Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy YouTube eszközről fogunk beszélgetni, méghozzá egy olyan eszközről, ami a YouTube követését, illetve a reklám mániáját fogja számunkra egy kicsit csökkenteni, illetve megszüntetni. Ez egy natív eszköz, azaz a gépedre kell telepíteni, de ahogy a későbbiekben látjátok, Windowsra, Macintosra, Linuxra, meg Androidra, egyéb eszközökre, operációs rendszerekre készen van, azaz csak le kell tölteni, egy picit meg kell ismerni. FreeTube a neve, és mit tud ez az eszköz? Ahogy mondtam, követés és reklám nélküli YouTube csatorna élményt fog nektek adni. Tudom, hogy érthető okok miatt a YouTube nekem, meg neked ingyenesen adja egyrészt a tárhelyet, egyrészt a nézési lehetőséget, és ennek ellenszolgáltatása a reklámozás. De amikor egy 15 perces videót szeretnék megnézni, mert érdekel az a videó, és abban háromszor ugyanazt a játékot, ami engem abszolút nem érdekel, az bizony oda nyomják, belevágják, és rá kell bökni, hogy a reklám átugrása 5 másodperc, 15 másodperc alatt, és utána tudom hallgatni, vagy nézni azt a videót, hát bizony az zavaró, nem a reklámozás módja, ami zavar, illetve az is zavar, hogy bizony profilt készítenek az én használatomról, tehát az, hogy én milyen videókat nézek meg, az én magánügyem, ne ajánljanak hasonlókat, ne tartsák nyilván, hogy én mikor és mit néztem meg, és olyan reklámokat rakjanak be, ami igazából nem lenne zavaró, hogyha az a reklám normális lenne. Na, lényeg az, hogy mit tud? Mit tud ez az eszköz? Azt tudja, amit mindjárt meg fogunk beszélni, illetve nekem van egy nagyon-nagyon-nagyon jó tapasztalatom a FreeTube-bal kapcsolatban. Mi? Hogy jobb a keresője. Jobb a keresője, mint a YouTube natív keresője. Miért? Mert nem jegyzi meg a szokásaimat, így nem célzottan keres. Tehát nem azokat a csatornákat, vagy nagyon hasonló csatornákat, témákat ajánlott, ami engem érdekel és egyszer megnéztem, hanem úgy általánosan keres, és sokkal nagyobb merítéssel tudja így az ajánlatokat megtenni. Olyan csatornák is előkerültek a kereséseim folyamán, amivel eddig nem találkoztam, pedig én mindig ugyanazt a keresőszót ütöm be a YouTube-ba, és illett volna legalább egyszer, kétszer vagy háromszor megemlíteni, hogy te, ilyen csatorna is van, és ezt is légy szíves megnézni. Azaz nagyon jó dolog, hogyha nem egy követős eszköz után keresel, mert a profilodnak megfelelően próbál ő nagyon helyesen valami neked talán jobbat, kedvelmesebbet és a te érdeklődési körödnek, szokásaidnak megfelelő csatornákat ajánlgatni, megpróbál, de nem mindig sikerül, mert időnként ezt túlzásba viszi, és lezárja előlem azokat az egyéb csatorna eléréseket, hiszen nem ajánlja, és a 125. keresési pontot nem fogom megkeresni, hogy ó, Szent Isten, bizony ott is hát, ha van érdekes, azért annak a személyre szabott segítőkész, egyébként nagyon jó keresőrendszernek, ami a YouTube-on van, megvan a hátránya, ha téged profiloznak, akkor a profilodnak a szokásainak megfelelő minőségű vagy témájú videókat próbál neked adni, és ez nem mindig, természetesen nem mindig, kényelmes és hasznos. Több releváns találatot is adott, mint a YouTube-nak a saját natív keresője, ami egy kicsit szégyenletes a YouTube-ra nézve, és előnyös a FreeTube-ra nézve. Oké, nézzük is meg, hogy mi is ez az eszköz. Első lépésként fel kell menni a FreeTube-nak az oldalára, ami a freetube.app.io oldalon fog megtalálható lenni. Na jó, bonyolultan mondtam, gyakorlatilag keressetek rá a FreeTube szóra, és ez lesz az első oldal, amit kiad. Egy képet kapsz, meg egy kis leírás, hogy ő micsoda. Gyakorlatilag elmondja, hogy figyel a te privát szférádra, reklám és követésmentessé tudja tenni a böngészésedet, a YouTube videó nézésedet, és az egyéb kellemességeket el fogja itt mondani. Fel tudsz iratkozni egy csatornára úgy, hogy nem adod meg a saját adataidat, azaz nem vagy bejelentkezve a YouTube-ra, mert az összes ilyen dolgot a te gépeden fogja tárolni, és ez nagyon fontos, mert amikor te úgy gondolod, hogy az összes feliratkozásodat
előfizetésedet, ahogy ők hívják, bizony törölni szeretnéd, már igazából senkinek semmi köze van, egy gombnyomással megteheted, mert az a te gépeden van, és nem a YouTube tárolja, és nem a YouTube-nak a mentéseibe lesznek bent azok a csatornák, amire te feliratkoztál, és esetleg valaki későbbiekben azt mondja, hogy Irgumburgum, te ilyen meg olyan csatornát nézegettél, és hát ez hát micsoda csúnya dolog. Helyi adatok, az összes feliratkozást és előzményeket helyben tárolja, mármint a te gépeden. Ugyanaz, mint az előbb elmondtam, helyben a gépeden tárolja. Tehát nem adod ki az adatokat, hogy te mit néztél, mi az előzményed, és melyik csatornára vagy feliratkozva, hanem a te gépeden van, és ez nagy előny. Nincsenek hirdetések, na hát erre nem is szeretnék különösebben kitérni. Aki az utóbbi időben hosszabb, 10-15 perces videókat, hanganyagokat szeretett volna megnézni a YouTube-on, és beleraktak neki 3 darab reklámot, nem rá a videóra, hogy egy kattintással eltűntes, nem mellé, hogy hát, hogyha nem érdekel, ne nézeges, hanem belevágták mind a tévébe. Ennél idegesítőbb nincs szerintem. Én, hogyha meg akarok nézni a YouTube csatornát, akkor azt szeretném megnézni. Legyen mellette reklám. Legyen a videóra rátéve egy reklám, hogyha érdekel, ott hagyom, ha nem érdekel, egy kattintással eltüntetem. Ne szakítsák meg az adást reklám blokkokkal, már rettentően idegesítő, és ráadásul nagyon idegesítő az, hogy olyan reklámokat nyomatnak az orrom elé, ami engem nem érdekel. Azaz, hát ezektől meg fogunk tudni szabadulni. Magánnézési szokásainkat, a miénket, az enyémet, sem ők, tehát a FreeTube, se a YouTube nem fogja tudni tárolni. Természetesen arra nem is gondoltam, hogy egy ilyen elvek alapján készített FreeTube azt tárolja az én adataimat, és nyilvánvalóan azt meg mindenki tudja, hogy a YouTube azért elég szépen követi az adatainkat, a nézési szokásainkat. Ismerős design lesz, azaz aki a YouTube-on eligazodik, ezzel a programmal nem lesz gondja. Nyílt forráskód, nagy előny, aki akar belenézhet. Az előfizetések importálása, tehát a feliratkozásokat a YouTube csatornádról, a YouTube bejelentkezésedről importálni tudod, én ezt nem használtam soha, hiszen pár csatornára vagyok feliratkozva, ami engem érdekel, nyilvánvalóan a FreeTube-ba megkerestem és újra feliratkoztam, és az a feliratkozási adatbázis, hogy én melyik csatorna új videóit szeretném megnézni, azaz én gépemen lesz tárolva, azaz, hogyha törölni akarom, el fogom tudni törölni. Multiplatform, természetesen manapság már minden multiplatformos, azaz Macintosh, Linux és Windows, vagy akármilyen sorrendben elmondhatod, operációs rendszerre eléred, azaz akármit használsz, ugyanazzal a felülettel, ugyanazzal a kinézettel, ugyanazzal a funkcionalitással fogod megkapni ezt a programocskát több nyelvű. Nyilvánvalóan ez igazából nem nagyon érdekel, mert a nyelv legyen angol, jó esetben esetleg magyar, aztán úgyis el fogunk igazodni rajta. Letöltések. A letöltések Windows, Macintosh és különböző Linux, FlatHub, Apimage. Azaz, hogyha valami miatt neked a rendszeredben nincs bent a legfrissebb, akkor FlatHubról, ez is egy szabad formátum, minden Linuxra vagy a legtöbb Linuxra bizony elérhető, az Apimage pedig egy fájlba fogja az egészet neked lehozni, és akármilyen Linuxot használsz, az Apimage az működni fog. Ennél igazából jobbat nem tudok elképzelni, hogy akármi van, le tudod tölteni. Letöltheted a forrásokat is, és leforgathatod magadnak, nem nagyon izgi. Na, lényeg az, hogy megkaptuk az információt, és azon kívül különböző okosságokat itt el fognak neked mondani, de ez nem is nagyon érdekel bennünket. Telepítés után egy ismerős felülettel fogunk találkozni, nyilvánvalóan magyarul fog megszólalni, magyar telepítésnél igazából nem lesz gond. Feliratkozásaidat, itt fogod tudni a feliratkozásaidat kezelni, gyakorlatilag ismerős a dolog. A népszerű, igazából ajánlott, vagy most felkerülő izgalmasabb témákat itt gyűjti össze, ugyanúgy, mint a YouTube-nál, ezt a részt én nem szoktam használni, nyilván engem igazából nem érdekel. Legnépszerűbb témákat ide rakosgatja föl, nyilván ez se hat meg téged, hiszen nem a legnépszerűbbet szoktuk megnézegetni, hanem az, amit bennünket érdekel. Lejátszási listákat összeállíthatsz, igazából
hogyha sok-sok-sok videót egymás után szeretnél megnézni, akkor a lejátszási listához hozzárult ugyanúgy, mint a YouTube-on. Tehát itt se lesz semmi olyan, ami igazából számodra nagyon-nagyon izgalmatos lenne, és újdonság. Az előzmények listája jelenleg üres, mert kitöröltem. Saját gépén fogja tárolni egyszer a feliratkozásokat, egyszer pedig az előzményeket. Így bizony bármikor ki fogom tudni törölni. Oké, hát igazából eddig semmi újdonság nincs. Kényelmes a beállítási fülre kattintva. Nagyon jó kis beállítási lehetőségeket kapunk, és magyarul jelennek meg, tehát gyakorlatilag el lehet rajta igazolni. Frissítéseket keresse, igen, ha nincs bekapcsolva, kapcsold be, hogy azonnal szóljon, hogyha van frissebb verzió, hiszen az előbb megbeszéltük, ez kell. Legújabb blogbejegyzések keresése, engem a FreeTube-nak a blogbejegyzései igazán nem érdekelnek, bizony kikapcsoltam. A nem előnyben részesített háttéralkalmazás visszatérése meghibásodás esetén be van kapcsolva, be volt kapcsolva, keresési javaslatok engedélyezése, tetszik, nem tetszik, hogy ajánl neked keresési javaslatokat, itt a keresés. Tehát ilyesmi, hogy hangos könyvek, akkor természetesen a egyéb verziókat is, az általánosan elterjedtebb kereséseket is felajánlja, és csak rábögsz. Előnyben részesített háttér API. Van a helyi, ami minden a gépeden van, illetve van egy másik, az InVideos API, ez még egy réteget, nem teljesen így van, de nagyjából fogadjuk el, ez egy másik réteg, ami beékelődik te és a YouTube közé, és még kevesebb adatot fog rólad szolgáltatni, mint a helyi API, tehát ahogy minden a gépeden van. Egy ilyen kis eszközke, azt használod, amelyiket akarod, gyakorlatilag semmi izgalom nincs abban, hogyha egyiket vagy a másikat választod, ugyanúgy védve leszel, természetesen a helyi kevésbé, a másik pedig az InVideos API, az egy kicsit védettebb, azt használod, amit akarsz. Videónézet típusa, rács vagy lista, erről nem sokat tudok, miniatűr beállítás, területi beállítás. Érdemes a területi beállításokat átállítani, hogyha te német nyelvű videókat szeretnél nézegetni, akkor német nyelvre, jó? Mert az egy kicsit elősegíti. Ha a rendszer alapértelmezett nyelve a magyar, akkor természetesen a magyar videókat helyezi előtérbe egy picit, nem nagyon, de egy kis kényelem. Az alapértelmezett, népszerű videókat kiválaszthatod, hogy melyik országban, melyik területen lévő érdekesebb, izgalmasabb és népszerű videókat válogassa ki. Gyakorlatilag, mivel én nem a népszerű videókra bukok, hanem arra, amire én rákeresek, vagy amire feliratkozok, akkor azt használom. Témabeállítás, illesz a felső sávot a fő színekkel, alapértelmezett szerint oldalsáv megjelenítése, azt állítod be, amelyiket szeretnéd, finom görgetés kikapcsolása, gyorsabban tudsz egérrel görgetni, vagy nem, az attól függ, milyen rendszer használsz. A felhasználói felület méretezése kisebbre, nagyobbra tudod állítani, téma, főszintéma, másodlagos szintéma, arra állítod, ahogy tetszik. Én bevallom őszintén, hagytam alapértelmezettségbe, aztán nekem így jó. Lejátszó beállítása, helyi háttéralkalmazás kényszerítése örökölt formátumban van magyarázat, elolvasod, gyakorlatilag alapbeállítások jók szoktak lenni. Meghatalmazás videók az InVideos révén csatlakozik az InVideos rendszeréhez, és nem a YouTube-hoz érkezik be a kérés, és azon keresztül tartod a kapcsolatot közvetlenül, hanem beékelsz egy külön szolgáltatást is, egy kicsit a magánszférádat jobban véded. Lejátszási listák, önműködő lejátszása, ez bekapcsolod vagy nem, én beszoktam kapcsolni, és akkor, hogyha egy lista van, tehát egymás utáni részek vannak, vagy egy lejátszási listát végig akarok nézni, kényelmesen, automatikusan le fogja egymás után neked játszani. Alapértelmezés szerinti mozimód engedélyezése, tetszik, nem tetszik, magad döntöd el. Következő videó automatikus lejátszása, azt hiszem erről se kell semmit mondani. A két videó közötti időtávolság 2 másodperc, 5 másodperc, 10 másodperc, arra állítod, amire akarod. Alapértelmezett hangerő 100%-os, nyilvánvalóan arra állítod, amire szeretnéd.
Én úgy is tudjátok a Pulse Audio-t, illetve a Pulse Effect-et szoktam használni, hogy olyan legyen a hang, ami nekem tetszik. Alapértelmezett lejátszási sebesség nyilvánvalóan arra állított, amire én igazából nem szoktam az egyszeresről átállítani. Alapértelmezett minőség, értelemszerűen a natív felbontásra érdemes állítani, ami a monitorod, hiszen hogyha van nagyobb felbontás, azt használja, hogyha a videók között nincs, mert olyan a videó, akkor a kisebb felbontást fogja használni. Feliratkozás beállítása, videók elrejtése megtekintés után, én ezt beszoktam kapcsolni. Miért? Mert hogyha van egy csatorna, amire fel vagyok iratkozva, megnézem az új videót, mert értesít, hogy hű bizony van egy új videó, és akkor tűnjön el a listából, még egyszer nem akarom megnézni, megnéztem, túlléptem rajta, köszönöm, és örülök neki, hogy értesítést kaptam, megnéztem, és akkor már ne legyen bent a nézendők között. Ha van hírcsatorna, az beolvassa, vagy ne olvassa be. Én nem szeretem zavartalan beállítások, ezeket be tudod kapcsolni, ki tudod kapcsolni. Csatorna feliratkozók elrejtéseim be szoktam kapcsolni, nem érdekel, hogy a csatornára hányan iratkoztak fel, nem a feliratkozó száma adja azt, hogy az a csatorna jó vagy nem, hanem az én értékítéletem. Videónézetek elrejtése nem érdekel, kedvelések a bőven nem érdekel. Soha nem értettem meg, hogy egy nagyon-nagyon jó videóra miért diszlájkolnak az emberek, teljesen semleges téma. Belenéz az ember, tetszik neki, megnézi, ha nem tetszik, nem diszlájkolja, mert az nem igazából szép dolog leminősíteni a másiknak a véleményét. Megjegyzés, kedvelések elrejtése, elérhető feliratok elrejtése, nyilvánvalóan, mivel hogy én magyar videókat nézek, feliratok nem érdekelnek, ajánlott videók elrejtése ne ajánlgasson nekem, felkapott videóktól frász kapok, azt nézek, amit én akarom, népszerű, és egyéb videók sem érdekelnek, ahogy mondtam, élő csevegés elrejtése, az sem érdekel, hogy ott oldalt ki mit írogat, engem a videó érdekel, az előadás érdekel, nem az, hogy ki mit szól hozzá. Lejátszási listák elrejtése, na hát ezt ne rejtsük el, hiszen a lejátszási listák egy csoportosítás, amivel bizony az ember, aki azt a csatornát összeállította, összefog egy témát, összefog egy témakört, és utána hát azt szeretnénk megnézni. Adatvédelem, ez nagyon fontos. Előzmények megjegyzése, előzményemet jegyezze meg, vagy ne. Én úgy gondolom, hogy ezt el fogod tudni dönteni. Én engedélyezem az előzmények megjegyzését, mert sokszor van úgy, hogy visszalépnék egy-két-három videót, és azt megnézném, mert még egyszer meg szeretném nézni az előzményekbe. Ott legyen, és amikor már az előzményeket nem szeretném tárolni, ne lássa senki, hogy előtte mit néztem, akkor én magam törölni tudom. Figyelt előrehaladás mentése, nem érdekel, videó metafájlok önműködő eltávolítása, ezt beszoktam kapcsolni, meta adatokra nincs szükségem, keresési gyorsítótár törlése, igen, törölni szeretném, a saját gépemen van, akkor törlöm, figyelt előzmények eltávolítása, igen, na látjátok, ennyi az egész, összes feliratkozás és profil eltávolítása, igen, letörölte a feliratkozásaimat, mert ez éppen teszt alatt van, és próbálgatom a dolgokat, ide-oda feliratkoztam kipróbálni, hogy milyen az, működik, megmarad, nem felejti el, és mindent ki tudsz törölni, nem úgy, mint a YouTube-nál, mert a saját szerverén azt tárolja, úgy menti, ahogy ő neki kell, és úgy rendezi azokat az előzményeket, érdeklődési körödet, egyéb dolgaidat, esetleg hozzászólásaidat, ahogy ő akarja, nem szeretném az ilyen gondolatokat. Azaz rákeresünk a hangos könyvekre, és rákattintunk, és lehet látni, hogy a hangos könyvek megjelentek. Oké, Benedek Elek, válogatott mesék, rákattintasz, és már is nézni is tudod, hallgatni is tudod az adott dolgot. Mi az, ami bennünket érdekel? Nyilvánvalóan szépen le tudja játszani, ugyanúgy fog lejátszódni egy videó, ahogy éppen neked a YouTube-on is előfordult, pontosan úgy fog működni, mindegy. Kétszer rákattintunk, nagy lesz, összemegy két kattintással, sebesség, újra lejátszás, tehát körbejátszás, kép a képbe, tehát egy kisebb képbe is tudod a videót nézegetni, ki tudod nagyítani méret és egész képernyő, gyakorlatilag
annyi, amennyi eddig is volt. Azaz elmondható, hogy gyakorlatilag ugyanaz, mint a YouTube, ugyanúgy tudod használni. Itt van egy ilyen letöltési gomb, nem igazán szoktam letöltögetni külön program nélkül, én más programot használok letöltésre, de a videó letöltésére is van lehetőséged, illetve meg is tudod osztani a videót, hogyha éppen az az ingered, hogy megoszd mással a videót. A megjegyzéseket bizony be tudod tölteni, ha vannak, nem igazán érdekesek számomra. Gyakorlatilag azt kapod, azt látod, és azt tudod használni, amit eddig is, de adatbiztonság szempontjából, a privát szférád szempontjából és a reklámmentesség szempontjából ez a program első osztályú, mert ő mindent a te gépeden tárol, mármint azokat az adatokat, amiket a YouTube szeret meglesni. Nem kapsz reklámot, ezt kipróbáltam, legalábbis jelen pillanatban nincs reklám, és ráadásul mindent te szabályozol. Mindent te szabályozol, megadod neki, hogy mit keressen, gyorsan megkeresik, jól működik, tehát nyilvánvalóan nem egy lassabb dolog azáltal, hogy egy külön programot használsz, és így bizony nem fog a YouTube reklámot nyomni az orrom alá, és nem fogja az én videó nézési szokásaimat követni. Nem, mint hogyha YouTube-on olyan videók lennének, amik hát igazából kompromitálhatnának elméletileg téged, hiszen olyan tartalmakat nem is enged fel a YouTube, de azért maradjunk annyiba, hogy egy politikai irányváltozás esetén, esetleg ha nézel egy politikai pártnak, vagy akárminek a csatornáját, akkor esetleg évek múltán azt mondhatják, hogy na bizony, te akkoriban azt nézted. Jó, én a kommunizmusban nőttem fel, tehát egy kicsit paranoid vagyok, de hát azért maradjunk annyiban, nem kell. Nem kell az, hogy valaki logolja, hogy te melyik videót, vagy melyik videót nem nézted meg. Miután ráébredtünk arra, hogy a videó lejátszás igazából ugyanaz, mint a YouTube-on, megnézed méretet, sebességet, esetleg egyéb dolgot be tudsz állítani, nem lesz ezzel semmi gond. Nézzük meg, hogy ez a három pont, ami számunkra nagyon fontos, rákatintva mit ad? Egyéb opciók. Eltávolítás az előzményekből, előbb megnéztük, el tudod távolítani az előzményekből. YouTube megnyitása, tehát odaugrasz a YouTube oldalára, és ott nyitod meg. Nyilvánvalóan, hogyha te úgy gondolod, hogy a YouTube-on szeretnéd megnézni, akkor ott is megnézheted, nem kötelező ezt a programot használni, hogyha esetleg csak a keresési funkció tetszik neked. YouTube hivatkozás másolása, mondjuk letöltéshez, vagy a link megadásához, bizony a YouTube hivatkozás másolása a vágólapra nagyon kényelmes dolog, hogyha valakivel meg szeretnéd osztani Discordon, vagy esetleg honlapra belinkelni, vagy egyéb ilyen okok miatt a közvetlen linket megtalálod ezzel a kis eszközzel. YouTube beágyazott lejátszó megnyitása, megnyithatod a lejátszót, YouTube beágyazott lejátszói hivatkozás másolása, ugyanaz, mint az első hasonló. Hogyha te szeretnél még egy réteget beilleszteni a FreeTube és a YouTube közé, akkor az Invidius megnyitása című dolgot meg tudod tenni, a hivatkozási linknél is meg tudod tenni, csatorna megnyitása, tehát hogyha gondolod, hogy ez a csatorna felkeltette az érdeklődésemet, akkor a csatornát is, és nem csak az adott videót tudod megnyitni. Csatorna megnyitása az Invidius oldalán, természetesen ugyanez, csak berakoljuk közénk, és a YouTube közé ezt a kis puffer dolgot, és akkor már totál biztos, hogy nem fognak kukkolni a YouTube-os srácok, hölgyek, hogy én mit nézegettem. Csatorna hivatkozás másolása ugyanaz. Azt hiszem, nem fog ez senkinek gondot okozni, természetesen, hogyha éppen oda szeretnél ugorni a csatornára, akkor rákattintasz, és akkor a csatorna is megnyílik. Nem csak a videó, hanem a csatorna a YouTubernek az összes videóját meg tudod nézni, és utána azt hiszem videók lejátszási névi egy legújabb és legrégebbi, legnépszerűbb rendezés YouTube-ról ismerés. Azaz gyakorlatilag nem jelent ez itt senkinek gondot, és nagyon-nagyon-nagyon jó dolog, hogy ezt anonimman tudod megtenni, tehát hogyha véletlenül nem szeretnéd azt, hogy esetlegesen megtudja valaki, hogy te a dzsungel könyvét meghallgattad, audiokönyve,
szép felolvasás keretébe, akkor természetesen ezen keresztül megteheted, úgyhogy a YouTube nem tudja, hogy te voltál az. Fel tudsz iratkozni a csatornára úgy, hogy nem a YouTube tárolja azt, hogy te mit néztél, meg hova iratkoztál fel. Szóval itt nagy-nagy biztonságban fogsz lenni. Köszi szépen, sziasztok!